magánon. A közigazgatási törvényt. De van telefon. Nem értem. Sajnos. Üsték innen is? Kitettem egy matricát, ami rajta volt az, hogy hol marad a magyar felirat, mi is itt élünk, törvényadta jogunk van az anyanyelvünkhöz, és ezt a Jorga táblára tettem, azért, mert ez a tábla törvényellenes, mivel nincs kérve magyarul. Romániában 2002 óta több kisebbségi nyelvi törvény van határban, ami szerint egy Kolozsváról is magyar, hivatalos nyelv, mivel egy 20%-os zónak fölött esik, és ez még benne is van az egyik kormányhatározatban. Ennek ellenére Kolozsváron szisztematikusan megtagadnak minden nyelvi jogot. És ezek nagyon súlyos nyelvjogi sértések, és egy rendkívül kemény sértése az Európai Regionális Nyelvek Chartájának. És ez egy felháborító dolog, hogy egy európai országban ilyen jogfosztások történnek, anélkül, hogy a polgárok, vagy a kompetens hatóságok ennek megfelelően lépjenek. Leegyeztek az adataidat büntetésre is számítasz? Nagyon örülnék, hogyha engem hivatalosan beidéznének, vagy hogyha bármilyen jellegű eljárás folyna ellenem. Mert akkor ugyanúgy mondani szeretném, hogy helytelenül járnak el. Egyébként küldtük a polgármesternek is egy levelet, arra nem reagált. Próbáltam a polgármester úrral beszélni, bemondtam a polgármester hivatalon, nem ért rá, és nagy nehezen tudtam átadni neki egy iratot, amiről kaptam egy hivatalos beiktató számot. Úgy láttam, hogy holland személyazonosságit mutattál igen. Be. Igen. Te holland állampolgár holland vagy? Holland állampolgár vagyok. Az alapítványunk Hollandiában van beegyezve. Pontosan mi ennek a neve? European Committee Human Rights Hungarians Central Europe.